A Pázmáneum Polgári Társulás, amelynek tevékenységében Karafa János fontos szerepet vállalt, Eszterházy János szellemi örökségét tartja mérvadónak, ezért 2011 óta minden évben megemlékezik a felvidéki magyar mártírpolitikusról. Bátran küzdött az emberi jogokért, az igazságosságért és a békéért. Eszterházy János tevékenysége a szlovenszkói magyar család védelme érdekében. Ez volt Karafa János előadásának címe egy 2019-es Eszterházy emléknapon. A lelki atya mindig nagy átéléssel beszélt Eszterházy tevékenységéről. Következetesen kiállt a nemzetiségi jogok mellett, és ugyanakkor tiszteletben tartotta más nemzeteknek a jogait is. A kereszt jelében azt vallotta, mi jelünk a kereszt, nem pedig a horog kereszt, és két kincsünk van, a kereszténységünk és magyarságunk. A felvidéki magyar katolikusok szolgálatát célul kitűző Pázmáneum Polgári Társulás 2015-ben megalakulásának 10. évfordulóját ünnepelte. Mindig fontos feladatának tekintette az alapvető emberi értékek és a nemzeti identitás megerősítését a keresztény erkölcs szellemében. Sok helyen már a lelkipásztori ellátás magyar nyelven nem történik meg. Szlovák nyelvű pap szolgál, és csak a misét mondja el magyarul, vagy felolvassa, ott is kapjanak azért valami szükséges lelki táplálékot. Ezért vannak különböző ima kilencedek, zarándoklatok, ezért adunk ki különböző kiadványokat, hogy így a magyarság, akár a szórványban is, de persze a tömb területen élők is hozzájuthassanak ehhez a lelki erőforráshoz. A 2015-ös Dunaszerdahelyi Szent István nap alkalmából többek között a polgármester díjakat is átadták a Városi Művelődési Központban. Az elismerést átvehette a Pázmáneum Polgári Társulás is. A díjat a társulás vezetősége jóleső érzéssel fogadta. Örömmel vettük ezt a díjat is, amelyet polgármester úr adományozott a számunkra. Jól esett ez az elismerés, és szeretnénk ehhez méltónak bizonyulni, és továbbra is ezt a tevékenységet folytatni, és megerősíteni, másokat is bevonni, hogy a közös ügyet tudjuk minél hathatósabban képviselni. Karafa János 48 évet élt. Tevékenységével sajnos már nem tudja gazdagítani Dunaszerdahelyt, a régiót és a magyarságot, szellemisége és hagyatéka azonban tovább élhet.